Műszaki Akadémiája színpadán ma este Tiszeker Ágnes, a Magyar Antidoping csoport vezetője. Köszönöm szépen, szeretettel köszöntöm a kedves közönséget. Dr. Tiszeker Ágnesnek hívnak, a Magyar Antidoping csoport vezetője vagyok. Végzettségemet tekintve jogi szakokleveles orvos és a Nemzeti Doping Ellenes Szervezetet vezetem jelen pillanatban. Botrányos olimpia elé nézünk. Ezt még augusztus elején mondta dr. Tiszeker Ágnes, a Magyar Antidoping csoport vezetője, aki még orvostanhallgatóként az 1988-as szöuli dopping esetek után kezdett dopping ellenőrzéssel foglalkozni. Kerestek lelkes, fiatal, mozgékony, már úgy értem, hogy mozgékony, hogy rugalmasan küldhető különböző sportversenyekre nagy kedvel menő fiatalokat, és én akkor éppen orvostanhallgató voltam, és így kerültem ebbe bele, hogy megkerestek, hogy volna kedvem valamiféle ilyen doping ellenőri munkát végezni, és szeretem a sportot, szeretnék el különböző sporteseményeken részt venni, így indult. Tiszeker Ágnes a sport szeretete miatt választotta ezt a pályát, de kedvenc sportágat vagy sportolót a személyes kötődések miatt nem tud és nem is szeretne megnevezni. A súlyemelést is nagyon szeretem, és nagyon látványosnak és nagyon izgalmasnak találom, de az úszást, az atlétikát, igazából nem nagyon van olyan sport, ami ne tudna lekötni, de mondom, sokkal inkább arcokat és neveket látok én most már, hiszen azért a magyar sport nagy részét személyesen ismerem. A doping ellenőrzés különböző mátrixokkal dolgozik, tehát vizelettel, vérrel, hajjal, időnként. A doping ellenőrök ezekkel a mintavevő eszközökkel dolgoznak. Jól lezárható és precízen felcímkézhető tárolókkal és kisüvegekkel. Persze tudják, hogy egy sportolónak mindig görcsbe rándul a gyomra, ha megpillantja a mintavételező ellenőrt. Sose tud jókor jönni a doping ellenőr, mert vagy edzés van, és akkor azért nem jön jókor, vagy verseny van, és előtte vagyunk, akkor azért nem jön jókor, vagy utána vagyunk, és vagy ünnepel a sportoló, vagy szomorkodik, de biztos, hogy valami túlfűtött érzelmi állapotban van, és pont a legrosszabbkor jön az ellenőrzés, mert zavaró, mert kötelesség, mert időigényes. Ennek a nyárnak a legnagyobb eseménye a Rio de Janeiroban megrendezésre került nyári olimpiai és paralimpiai játékok voltak, ami mindannyiunkat azt gondolom, hogy izgalomban tartott. Ehhez azt kell, hogy mondjam, szorosan hozzátartozik a versenysporthoz a doping ellenőrzés kérdése, és erről szeretnék én ma itt egy kicsit beszélni és megvilágítani azt, hogy mik ennek a tevékenységnek az alapjai. Dopingvizsgálatok után egy esetleges pozitív minta esetén hivatalosan levélben értesítik a sportolót és a klubot, de Tiszeker Ágnes szereti saját maga személyesen közölni a hírt. Én szeretem felhívni a sportolókat, hogy ne egy levélből vagy a postástól tudja meg, hogy valami baj van. Hozzáteszem, ha meglátják az én számomat, hogy én telefonálok, akkor azért általában egy kicsit mindenkiben megáll a keringés, úgyhogy volt már, aki nagyot sóhajtott, amikor kiderült, hogy egészen másokból kifolyólag hívom. Az ellenőrzéseknél minden esetben két mintát vesznek le. Ez az A minta, a sárgában vagy pirossal jelölt, a kék pedig a B minta. Az A minta az, amit automatikusan a laboratórium felbont és analizál, és a B minta pedig a bizonyíték, ha úgy tetszik. A dopingvédség az ellenőr szerint leginkább a sport egyetemes értékét kérdőjelezi meg. 1500 méteres női síkfutás döntője a 2012-es londoni olimpián, ahol közvetlenül az olimpiai ellenőrzések után nem volt pozitív eset, és az első 4 éves újravizsgálatnál az első 6 megbukott. Tehát akkor a 7-től kezdődik az éremlista, vagy akkor adják vissza kinek az érmeket? Szóval ezek nagyon-nagyon nehéz kérdések. Az utóbbi években a világ nagy sportnemzetei, köztük Magyarország is, egyre több pénzt és energiát fektet a dopping ellenőrzésbe, hiszen senkinek sem érdeke, hogy a nagy világversenyek sportolók lebukásától legyenek hangosak. Nagyságrendekkel több pénz van a dopingoló oldalban, hiszen ott újabb és újabb készítmények vannak. Ez egy őrült versenyfutás a két oldal között. Az, hogy a doppingolás mindig előtte járt az ellenőrzésnek, azt gondolom, ez nem új, ez mindig is így volt. A kérdés az az, hogy mennyivel jár előtte. A pódiumon dr. Tiszeker Ágnes, a Magyar Antidoping csoport vezetője, és témája, mi számít doppingnak?
Kezdjük akkor mindjárt az alapokkal. Mit is jelent ez a szó, hogy dop, vagy doppingolni? Azt gondolnánk, hogy az angol szász irodalomból származik maga a szó. Egyébként ez így is van, az angolokon keresztül jutott el Európába és szerte a világba, de igazából a származása egy kelet-afrikai kaffertörzsre vezethető vissza, ahol a sámán különböző növényi főzetekkel, pálinkaféleségekkel itatták, hogy lássa a jövőt, és a különböző vallási ceremóniákon ezt használták, és itt innen származik ez a szó, ami azt jelenti, hogy serkenteni és izgatni, és aztán később a búrokon és az angolokon keresztül jutott el a világ minden országába. És hadd tegyem hozzá, hogy mi magyarok egy kicsit másképp csináljuk, hiszen mi vagyunk az egyetlenek a világon, akik a dopping szót két P-vel írjuk, a magyar helyesírás szerint két P-vel írandó, egyébként a világ összes többi országában magát a dop szót, tehát a dopingolást egy P-vel kell írni. Nézzük tovább a doping ellenőrzésnek a történetét, hiszen annak idején, amikor én az egyetemre jártam, akkor minden professzor úgy kezdte az előadását, hogy már a régi görögök is tudták, vagy ismerték, vagy használták azt a módszert, vagy volt róla valamilyen elképzelésük. Ez így van, az ókori olimpiai játékokon is már a doppinggal foglalkoztak. Természetesen nem olyan szintetikus, vagy egyéb hatóanyagokat használtak, amelyeket a mai sportolók használnak, hanem természetes, növényi eredetű, vagy állati eredetű serkentőszereket, de már az ellenőrzés is ismert volt, és azt is meg kell jegyeznem, hogyha valakiről kiderült, hogy dopingot, soha többé az olimpiai játékokon, az ókori játékokra nem engedték elindulni, és örökre eltilthatták és kizárhatták. Az újkori olimpiai játékok 1896-tól számítjuk, és az újkori olimpiai játékokon kezdetektől fogva a dopingolásnak a feltételezése eleinte, aztán később a tényei és a bizonyíthatósága az megjelenik. Az első dopingszerek azok különböző stimulánsok voltak, tehát nyilván fokozni akarták az erőkifejtést, nyilván azt akarták, hogy pörögjön a sportoló, hogy sokkal jobban bírja a terhelést. Aztán később megjelentek a fájdalomcsillapítók, hogy mondjak el egy akkori kombinációt, amit a sportolók használták, strichnint, tojássárgáját és alkoholt kevertek össze, ez megmaradt, és tudjuk, hogy ez akkor egy népszerű szer és népszerű dopingoló módszer volt, ez csökkentette a fájdalmat és simulást a sportolót. Zárójelben hozzáteszem, hogy most a riói olimpián mindenki legnagyobb meglepetésére volt egy strichnin pozitív minta, azt gondolná az ember, hogy már ilyet többet a sportolók nem használnak, hiszen azért ez az életet eléggé kockáztatja és veszélyezteti a strichnin használata, de mégis úgy látszik, hogy a régi bevált szerek előtérbe kerülnek megint. Kevesen tudják, de az első doping ellenőrzések és doping analízisek lovaknál történtek. Ma is az egyik legszigorúbb tiltólista a lovakra vonatkozik, szigorúbb, mint az emberi, hiszen az emberben bizonyos fájdalomcsillapítók lehetnek, emberek használhatják, lovak még fájdalomcsillapítót sem használhatnak. Számos ellenőrzés történik a lovak körében is, mindig van pozitív minta, hiszen hát itt óriási üzleti érdekekről is beszélünk, egyébként a riói olimpián is volt lovaknál doping ellenőrzés, az eredmények egyelőre még folyamatban vannak. Ami igazán nagy lökést adott a doping ellenőrzés fejlődésének, az a nagy nemzetközi közfigyelem, amit a római olimpián, az 1960-as olimpián történt rendkívül szomorú eset indokolt. Egy Knut Jensen nevezetű országúti kerékpáros fiatalember sajnálatos módon az olimpián esett össze, tehát a verseny közben esett össze, megpróbálták újraéleszteni, de sajnálatos módon ez nem sikerült, és elhunyt az olimpiai játékok ideje alatt, és aztán később azt találták a szervezetében, hogy egy amfetamin túladagolásban hunyt el. Az amfetamin természetesen a stimulánsok közé tartozik, természetesen doppingszer, sőt, ma már a nemzetközi kábítószer listán is fent van, egyértelműen tiltott szer. Ez viszont, hiszen akkor már a televízió is részt vett az olimpián, nyilvánvalóan olyan nagy közfigyelmet és média figyelmet kapott, hogy megrázta az egész világot, és komolyan elkezdtek foglalkozni a doping ellenőrzés kérdésével.
Az első ellenőrzés magán olimpián az 1968-ban a mexikói olimpián történt. A vizeletmintákkal kezdtek el először dolgozni, hiszen ez egy olyan mátrix, amivel könnyű dolgozni, nem fáj a vizeletmintának a vétele a sportolótól. Bármely körülmények között ezt meg lehet tenni, legfeljebb egy kicsit hosszabb időbe kerül, és meg kell várni, de nincsen időhatára a doping ellenőrzésnek, tehát bármikor, bármilyen körülmények között megvárjuk, amíg a sportoló mintát tud produkálni. 2000 mintát vettek le 1972-ben az olimpián, és elkezdődtek a doping ellenőrzések. A 76, azaz anabolikus androgén szteroidokról szólt, hiszen ez az egyik, ha úgy szabad így mondani, nagy ágyú a tiltólistán, kifejezetten kiváló izom erőfokozó az anabolikus androgén szteroid széles körben elterjedt, ma is a doping esetek 60-70, néha 80%-át is anabolikus androgén szteroid adja. Nagyon hosszú távú, komoly egészségügyi kockázatot jelent. A sportoló egészségére nézve következményei vannak, nagyon komoly betegségeket tud előidézni. Aztán később megint ugrunk az időben, hiszen nem csak az izomtömeg vagy az izomerő fokozására alkalmas szerek vannak a tiltólistán, hanem az úgynevezett vérdoping, illetve az ehhez kapcsolódó EPO használata és tiltása. Az EPO eritropoietin, ez egy vese által termelt hormon, ami a vörös vérsejteknek a termelődését fokozza, ezzel az oxigénkötő kapacitás nő, és innentől kezdve az állóképessége a sportolónak fokozódik, hiszen minél több oxigén, minél több levegője van, minél több oxigén áll a rendelkezésére, annál hosszabb ideig tud egy sportteljesítményt vagy egy mozgásformát végezni. 1990-ben, 90-es években jelenik meg az EPO, és aztán később felkerül a tiltólistára, és a 2000-es Sydney olimpián bizony már analízisek is történnek, és pozitív esetekről is beszámolhatunk. 1999-ben alakult a WADA, ezt már Magyarországon is jól ismerjük ezt a kifejezést, ez tulajdonképpen egy rövidítés, World Anti-Doping Agency, tehát a Nemzetközi Dopingellenes Ügynökségnek az angol megnevezése. Ők hivatottak arra, hogy a világ doping ellenőrzését harmonikus, standard körülmények között összerendezzék, ellenőrizzék, és ha valaki ezt nem hajtja végre, vagy nem megfelelően hajtja végre, akkor azt büntessék és szankcionálják. Azért a 2004-es athéni olimpiánál egy pillanatra meg kell álljunk, ez egy igen szomorú fejezet a magyar doping ellenőrzés és versenysport történetében is, hiszen a 2004-es athéni olimpián Magyarországnak 5 pozitív eredménye volt, 2 aranyérmet vesztettünk el atlétika sportágban, ugye diszkoszvetésben és kanapácsvetésben, illetve 3 pozitív eredmény történt súlyemelés sportágban, ebből egy sajnálatos mondani, egy ezüstérem is áldozatul esett ennek. A szabály az úgy szól, hogyha egy sportágon belül több doping eset van egy országon belül az olimpián, akkor magát a sportágot akár ki lehet zárni, vagy fel lehet függeszteni az olimpiai mozgalomból, de ha egy országnak több sportágban több olimpiai pozitív esete van, akkor bizony van arra lehetőség, hogy magát az országot kizárják és felfüggesztik az olimpiai mozgalomból, tehát ez egy nagyon-nagyon komoly szabály, nagyon-nagyon komoly veszélyt jelent, és bizony itt Athénban mi ezt hát egy kicsit közelébe kerültünk ennek a szabálynak, hogy ezt ezzel a büntetéssel éljenek. A WADA-nak a célja, tehát a Nemzetközi Dopingellenes Ügynökségnek a célja az kettős. Minden sportolónak joga van ahhoz, hogy egészséges környezetben, sportszerű körülmények között az esélyegyenlőség maximális figyelembevételével sportolhasson és versenyezhessen. Tehát a WADA-nak az a feladata, hogy ezeket a körülményeket megpróbálja megteremteni, ehhez pedig egy nemzetközi dopingellenes programot kell működtetnie. Minden országnak kell lennie nemzeti dopingellenes szervezetének. A nemzeti dopingellenes szervezet, aki a WADA kódex aláírója, ami azt jelenti, hogy maradéktalanul végrehajtja a WADA kódexnek a rendelkezéseit, tehát minden egyes dopingellenes szabályt, szabályozást és előírást maradéktalanul betart, és betartat annak az adott országnak a sportolóival. Ugye ez a WADA feladata, hogy ezt ellenőrizze, és ha ezt egy ország nem teszi meg, akkor bizony hogy nagyon komoly szankciók várnak rá, többek között ki lehet őket zárni az olimpiai mozgalomból. Tehát a legfontosabb célja a dopingellenes munkának az elrettentés és a megelőzés.
Miért használják mégis akkor a dopingot a különböző sportolók és különböző sportágak? De nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, akkor alapvetően két csoportot tudunk megkülönböztetni, az úgynevezett erős sportokat. Ide tartoznak elsősorban a sprint számok, az atlétikának a nehéz atlétika számai, tehát a dobószámok, de bizonyos hát ugye sprint számok vannak úszássportágban, kajakkenu sportágban és más egyéb sportágokban. Természetesen ide tartozik a súlyemelés, klasszikusan az erőemelés és a testépítés, tehát itt mind-mind-mind az izomtömeg növelésével és az izomerő fokozásával dolgoznak ezek a sportágak. Ennek megfelelően kell keresni a tiltott szereket is, tehát elsősorban anabolikus androgén szteroidokat, növekedési hormonokat és egyéb növekedési faktorokat kell nézni. A másik típusa a sportágaknak, az állóképességi sportág, ugye az előbb egy picit beszéltünk az EPO-ról és a vérdopingról, ez az melyek az állóképességi sportága, a kerékpár, a futószámok közül a közép- és hosszú távú számok, ugyanez úszás és kajakkenu sportágban, tehát minél hosszabb távon kell a sportolónak maximális erőkifejtést nyújtania, annál inkább szüksége van az állóképességére, és ezt bizony lehet fokozni és befolyásolni. Ezen kívül azért természetesen vannak még olyan folyamatok, amit megpróbálnak befolyásolni, és ez bizony dopinggal meg lehet tenni, ilyen például a formaidőzítés, ilyen például a regenerációnak a lecsökkentése, ez majd nagyon fontos szempont, hiszen ma azt lehet mondani, hogy a sportolók gladiátorok, harcosok, akiknek az a feladatuk, hogy minden nap maximális csúcs teljesítményt produkáljanak. Miért kerülhet fel egy szer a tiltólistára? A tiltólista, ez a WADA által minden évben kiadott nemzetközi lista, ahol tételesen megnevezik a csoportokat, és megmondják azt, hogy mely szerek tiltottak a sportban. Ez az, amivel mi dolgozni tudunk, és ellenőrizni tudjuk, hogy a sportolók szervezetében ezek a szerek benne vannak-e. Az egyik kritérium a teljesítményfokozás, a másik kritérium az egészség kockázata, tehát hogy valamilyen egészségkárosító hatása van a szernek. A harmadik kritérium pedig a sport szellemiségével, etikájával ellenkező szer. Ugye ez egy picit ilyen tág fogalom, itt a nemzetközi közösség egyértelműen a kábítószerekre gondol. A negyedik kritérium, amit itt megtévesztésként jelenítettünk meg, ez tulajdonképpen elfedést jelent, tehát vannak olyan szerek, elsősorban például a vízhajtók, aminek a használatával el lehet fedni más egyéb dopingszerek használatát, hiszen kiürül a szervezetből, sokkal gyorsabban ürül ki, tehát a doping ellenőrzés számára nehezen utolérhető és tetten érhető a használata, ezért tiltja valamennyi vízhajtó használatát. Természetesen, ha orvosi indokból kell használni, megteheti a sportoló, de ez engedélyhez kötött, egyébként pedig a használatuk tilos. Elhoztam a tiltólistát, meg lehet tekinteni, ez egyébként egy rendkívül bonyolult lista, itt most egészen csak a leegyszerűsítve csak a vegyület csoportok nevét tüntettük fel. Nem várjuk a sportolótól, hogy orvosi, vagy gyógyszerészi, vagy bármilyen kémiai alapképzése, vagy végzettsége legyen. Nagyon bonyolult lenne nekik ezt értelmezni. Egyet várunk a sportolótól, hogy pontosan tudja, hogy van ilyen, és tudja, hogy hol kell keresni. Keresni pedig ezer módon lehet, akár a Magyar Antidoping Csoport honlapján, számos telefonszám van, számos keresőprogram van, tehát nagyon sok segítséget megadunk ahhoz, hogyha a sportolónak szüksége van valamilyen gyógyszerre, vagy szerre, mert beteg esetleg, akkor legyen módja kérdezni és keresni. És végezetül ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy a doping ellenőrzés hatékonyságát hogyan lehetne a jövőben javítani, hiszen az egész Riói Olimpia erről szólt, tudjuk, hogy számos botrány, nem tudom másképp mondani, mert tényleg világot megrázó botrány volt, gondoljunk az orosz sportolók eltiltására egyes sportágokban, vagy akár a paralimpián a teljes orosz nemzeti válogatott kitilt, gondoljunk a kenyai sportolóknak az eltiltására és fokozott ellenőrzésére. Tehát úgy tűnik, hogy a világban nagyon nagy baj van, és a doping ellenőrzés nem elég hatékony. Tehát én azt gondolom, hogy a tudományos áttörés, a tudományos módszerek fejlődése az az egyik kulcsa a jövőnek, és ettől nagyon-nagyon-nagyon sokat várunk. Ehhez kapcsolódnak az új kimutatási módszerek, amiben most nagyon nagy előrelépés történt, ez a növekedési hormonoknak és az egyéb növekedési faktoroknak a kimutatása.
hatása. Volt olyan év, amikor 200 és 300 ezer közötti mintaszámból az egész világon összesen 4 darab pozitív eset volt. Ez ma már sokkal több, sokkal hatékonyabb a módszer, sokkal hosszabb időre ki tudja visszamenőleg mutatni a tiltott szer jelenlétét. Az első analitikai módszerek növekedési hormon irányába 24-48 óráig tudták csak kimutatni a tiltott szert. Ma már néhány hétről is beszélhetünk, de ebben még nagyon sok lehetőség van, és ez nagyon sokat fog fejlődni. Különböző kockázatbecsléseket, élettani, különböző biológiai paraméterek mérését, biológiai kockázatbecslést és dopingszerek szempontjából történő kockázatbecslést végez a WADA az egyes sportágakra lebontva, és ehhez kapcsolódóan megnevezi, hogy mely tiltott szereket kell keresni, milyen analitikai módszerekkel. Magyarul ezt úgy kell elképzelni, hogy ma már a doping ellenőrzés névre szóló, sportágra szóló, figyelni kell, hogy a sportoló milyen időszakban van, felkészülés időszak, versenyidőszak, hány éves a sportoló, mást kell keresni egy fiatal szervezetben, mást esetleg már egy pályá végén levő kiöregedő sportoló szervezetében. Tehát a doping ellenőrzés az kifejezetten sportolóra, sportágra, mozgásformára és névre szólóan, világranglista helyezésre szólóan lebontva kell elképzelni, vagy legalábbis a doping ellenőrzések tervezésénél ezt figyelembe kell venni. A sportolói biológiai útlevél program az ehhez kapcsolódik, nekünk is volt már ebből pozitív esetünk, ez egy picit más módszer, eddig arról beszéltem, hogy a tiltott szer kimutatását kell kezdeményezni és elvégezni a laboroknak, itt nem a tiltott szert keresik, hanem azokat a bizonyos biológiai paramétereket, amiket változtatni akar a sportoló ahhoz, hogy nőjön a teljesítménye, ugye erős sportágakról, a szteroid szintekről beszélünk, állóképességi sportágakban a vérparaméterek beszélünk, és 2017-től pontosan azért, hogy a növekedési hormon kimutatása fokozódjon, hatékonyabb legyen, mert azt gondoljuk, hogy ez egy széles körben elterjedt, sok sportág és sportoló által használt tiltott szer, de nagyon kevés még mindig a pozitív eseteknek a találati aránya, ezért 2017-től növekedési hormon szinteket is kell nézni ebben a biológiai útlevélben, ez egy virtuális útlevél, egy nemzetközi adatbázisba bekerül a sportoló minden egyes adata, és a saját mért értékeihez képest kell megállapítani, hogy van-e jelentős eltérés, vagy nincs. Ez a mi szempontunkból két dolgot jelent, egyrészt magát a doping ellenőrzést, amit a Nemzeti Doping Ellenőrző Szervezet hajt végre, illetve a felvilágosítást, ami nagyon-nagyon fontos része a mi munkánknak, hiszen nagyon fontos, hogy eljussunk a sportolókhoz, hogy maradéktalanul tisztában legyenek a jogaikkal és a kötelezettségeikkel, hiszen a WADA kódex alapelve, az objektív felelősség elve azt mondja, kizárólag a sport felelős azért, ami a szervezetébe jut, ehhez viszont tisztába kell azzal lennie, hogy mit miért tesz, vagy mit tehet meg, vagy mit nem tehet meg. Nagyon-nagyon fontos lépés volt a minták meghosszabbított elévülési ideje, de eddig 8 évig kellett őrizni és tárolni a mintákat, most 10 évig kell őrizni és tárolni. 10 év a tudomány világában egy rendkívül nagy időszak, borzasztóan sok értékes információhoz lehet 10 év alatt jutni, egészen új analitikai módszerek lehetnek, egészen új eljárások léphetnek hatályban, tehát ez a 10 év, ez nagyon-nagyon fontos időszak. Ettől is olyan drága a doping ellenőrzést, mert nagyon szigorú körülmények között, de őrizni kell a mintákat, de a 10 év alatt bármikor elővehető a minta, legyen az vizelet, legyen az vér, és az adott analitikai színvonalon, adott kimutatási módszerrel, új technikával, új eszközzel újra és újra vizsgálható. Hadd tegyem hozzá, hogy a londoni és a pekingi olimpia mintáinak újravizsgálata 98 új pozitív eredményt hozott az elmúlt időszakban. Ezek a sportolók már a riói olimpián nem vehettek részt. És végezetül a WADA-nak egy nagy fegyvere az úgynevezett fokozott hatósági együttműködés, ami azt jelenti, hogy bizony a nyomozó hatóságoknak felértékelődik a szerepe, és egyre fontosabb szerepe lesz, hiszen nem csak a sportolót kell vizsgálni, hanem a környezetét is, mert ma már az, hogy valaki otthon a konyhaasztal mellett az internetet böngészve azon gondolkodik, hogy milyen tiltott szert kóstoljon meg, nem elképzelhető. Tehát egy bizonyos szinten, és itt versenysport, beszélünk, óriási szponzori pénzekről, óriási jutalmakról beszélünk. Ezen a szinten bizony a sportolónak egészen biztos, hogy segítője van, valaki kitalálja, szakembergárda, laborok, titkos laborok veszik körül, és itt bizony a rendőrségnek és a nyomozóhatóságoknak nagyon komoly szerepe lesz felgöngyölíteni ezeket a szálakat.
Hát ettől várjuk a jövőt, meglátjuk, hogy hová jut a doping ellenőrzés, de még nagyon sok lehetőség van a doping ellenőrzésben. Még egyszer mondom, az ellenőrzés az egy fontos lépés, de a felvilágosítás az legalább ennyire fontos, és ezért nagyon fontos nekem, hogy önök ezt végighallgatták és meghallgatták, és mindannyiunknak azt kívánom, hogy a tokiói olimpia, és reményeink szerint majd a 2024-es budapesti olimpia, mert reméljük, hogy ezt meg fogjuk nyerni, már egy sokkal nyugodtabb, sokkal békésebb, és leginkább tiszta, dopingmentes környezetben működjön, és örülhessünk az eredményeknek. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket! Lányom és sportoló volt, szertornász múltja van, és ugye nagyon nagy szükség volt itt az állóképességükre, és mindig azon izgultam anyaként, hogy nehogy valamilyen dopingszert belecsempészenek az ő kísérletükbe. Kíváncsian hallgattam, hogy milyen eszköze van a doping ellenőrző szervezetnek, hogy kiderítse, hogy vajon a sportolók használnak-e tiltott szereket. Ami egy új információ volt számomra, hogy annyira fejlődik a technika már, hogy 10 évig megőrzik a mintákat, és bármikor visszakereshető. A Mindenki Akadémiája ön előtt is nyitva áll. Várjuk előadók és nézők jelentkezését is. Holnap Miklósi Ádám etológustól megtudhatják, miért habzsoljuk a csokoládét, és miért lettünk mobiltelefonunk rabjai.